Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 28-án. Az első kérdés az lenne, mi az ő gondolata, mi foglalkoztatja őt, mik a tervei. Erre megadja a választ ez a felső kártya. Ez a levél arra utal, hogy elvárásai vannak. Tehát szeretné, ha ti írnátok neki, vagy felhívnátok őt. Viszont ez a levél mutathat dokumentumokat is. Vagy kapott ő írásban valamit, és az lehet, hogy felmondtak neki, mert erre utal ez a kép. De az is lehet, hogy ő szeretne felmondani, felbontani valamit. És pontosan erre utal ez a második kártya, és ennél a kártyánál betekintünk az ő érzelmi világába. Ő érzi, hogy mennyire fontos, hogy most ő felmondjon, vagy lezárja a párkapcsolatát, a házasságát. És erre utal a napi kártya is, itt valamit lezár az életében. Viszont ő nem szomorú, mert erre utal ez a kép, a lepke. Tehát ez neki a szabadság érzete. Ő fellendül most, mert ez fontos volt, hogy itt lezárjon valamit. Ez lehet egy munkahelyi változás, lehet az is, hogy volt még egy párkapcsolata, vagy házas, de ő ezt lezárja. És boldog, érzi ezt a könnyedséget, és pontosan ez, amit közöl veletek, ami a napi energiát mutatja, ezt szimbolizálja ez a kártya. Nem gondolom, hogy itt halálesetről van szó, hanem inkább arról, hogy ő lezár valamit, vagy kéri, hogy ti zárjatok le valamit. Viszont ez a kártya jelenthet egy régi barátságot is, ami most visszatér az életetekben. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Természetesen rendelhettek nálam személyes jóslást is. Ez egy olyan videófelvétel név nélkül. Amennyiben kivetem a kártyát, a díjam 3500 forint. Ha kértek hozzá asztrológiát is, mint például, hogy összehasonlítsam a kettőtök horoszkópját, akkor a díjam 8500 forint kártyavetés és hozzá asztrológia. Amennyiben szeretnétek, hogy gyorsan megválaszoljam a kérdéseiteket, felhívhattok telefonon, ez díjas, 750 forintba kerül percenként, viszont én nem húzom a beszélgetést, rövidre fogok mindent. A telefonszámom 06 9 0 9 0 0 9 0 9. Köszönöm figyelmeteket! És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!